Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mielőtt rátérnék a kártyáknak az elemzésére, szeretném megemlíteni azt, hogy minden hónapban megjelenik egy ingyenes hírlap, ami megrendelhető e-mailen keresztül. Havonta van egy érdekes téma, egy asztrológiai prognózis a következő hónapra, vagy egy havi angyal. Azon kívül minden hónapban kaptok egy kedvezményes jóslást asztrológiával fele áron. És most megtekintjük itt a képeket, mi várható október 10-ig. Itt látható ez a torony, az utal hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre. Mivel itt látható a koporsó, az lehet egy örökösödési ügy. Talán nem nálad, hanem a lelki társadnál, hiszen ő áll ezekkel a kártyákkal összefüggésben. Ez a szituáció nagyon nehéz, hiszen erre utal ez a hegy. Itt vannak korlátozások, nehézségek, problémák. De azt is jelentheti ez a kártya kombináció, hogy ezek a dolgok, a nehézségek, az, ami őt fogva tartotta, most véget ér, hiszen ez a koporsó ezt lezárja ezeket a dolgokat. Sőt, az is látható, hogy ő hátat fordít ennek, és más fele tekint. Itt láthatóak a halak, utal az anyagiakra, az értékekre. Itt szerencséje lesz, mert itt lesz egy nyeremény. Azon kívül itt ez a park azt jelenti, mennyire fontos számára az elismerés vagy az önbecsülés. Ami kettőtök kapcsolatát illeti, itt megvan ugyan a kapcsolat köztetek, de itt látható ez a könyv. Ez utalhat ugyan tudásra vagy továbbképzésre is, de mivel zárva van, ez jelenti az ő zárkózottságát. Számodra itt megjelenik a felhő, valami átláthatatlan. De légy kicsit türelmes, mert itt hamarosan lesz mozgás. Ez a kártya jelenti azt, hogy lesznek változások, előre mennek az események, de jelenthet táncot, vagy sportot, esetleg autót is. Ami téged foglalkoztat gondolatban, ha egy hölgy vagy, azt jelenti ez a kereszt és a park. A keresztnél arról van szó, hogy kettőtök között megvan ez a sors kapcsolat, egy lelki kapcsolat, hiszen itt a sors utatok kereszteződött. Ez a kártya azt is jelenti, hogy te elérkezel most az élet utadon, ehhez a kereszteződéshez, és felteszed a kérdést, hogyan tovább. Nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem a munkádat, vagy egy továbbképzést illetően is. Hiszen ez a könyv utal a tudásra, továbbképzésekre, és ez a horgony jelenti a munkát és a hivatást. Itt lesz változás. Itt is előre mennek az események, és a csillagok szerencsét hoznak, vagy utalnak egy spirituális területre. Amit a csillagkép még jelent, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, úgy, ahogy a csillagokban ez meg van írva. És most eljött az idő ahhoz, hogy elgondolkozz azon, mit tudnál javítani a munkát illetően, vagy lesz egy munkahelyi változás.
ami még fontos számodra, hiszen megjelenik a gondolataidban ez a park, és ez jelenti a nyilvánosságot és az elismerést. Nem csak számodra fontos ez az elismerés, hanem a számára is, hiszen ő is kapcsolatban áll ezzel a kártyával. Ami az ő gondolatait illeti, az a kártya lenne, ami fölötte van, de itt a képen nincs fölötte kártya, tehát az arra utal, hogy ő nem engedi meg azt, hogy mások belepillantsanak az ő gondolataiba, terveibe, utal az ő zárkózottságára jelenleg, ugyanúgy, mint ez a könyv ezt is jelentheti. Ami még fontos, itt ez a hajó. Az utal az álmokra, a reményekre, a vágyakra, és itt lesz változás, mert ezt jelenti ez a gólya. Akkor is, ha jelenleg még megjelenik ez a felhő itt, és a nehézségek, az jelenti a korlátozásokat, vagy azt, hogy jelen pillanatban még valami átláthatatlan. Itt látható a háttérben ez a gólya, és az utal a változásokra. Jelen pillanatban megvan itt a remény, erre utal ez a hajó, de a hegy és a felhő azt jelenti, itt vannak még nehézségek, korlátozások, és valami átláthatatlan. Ezek a változások utalnak erre a házra. Az lehet egy költözködés is, hiszen itt látható a temető, ami azt jelenti, itt véget ér valami, és lesz egy új otthon, egy új kezdet, tehát utalhat költözködésre, amit ez a ház még jelenthet valaminek a megalapozása, például egy saját cég indítása, és itt vannak a változások, de jelenleg megvannak a korlátozások, lehet, hogy hivatalos dolgok miatt, és idő kell, mire valami itt lezárul, és lesz egy új kezdet. Ez a ház jelentheti a családot is, és ez a hajó szimbolizálja a reményt, hogy itt lesz javulás. Itt ebben a sorban látható a fa, ami utal egészségügyi témákra is, és itt megvan a remény arra, hogy gyógyulás lesz, ha valaki beteg a családban. És itt ez a kulcs jelenti a biztonságot. Légy magabiztos. Amit ez a kulcs még jelent, hogy ezzel a kulccsal ki lehet nyitni ennek a háznak az ajtaját. Ez lehet egy új otthon, vagy egy közös otthon. Vagy a lehetőségek, ami itt kiépül számotokra. Itt a közelben van a hajó, ami nem csak a reményeket szimbolizálja, hanem az utazásokat is. Mint például egy belső utat. És itt van a tudás, a bölcsesség, hogy legyen meg a hited, higgy ebben, ezekben az álmokban vagy tervekben. Amit ez a hajó még jelent, külföldi kapcsolatok, és itt látható ez a ház. Az lehet az ő családja is külföldön, vagy egy külföldi ingatlan, és itt nyílik egy új ajtó, egy új lehetőség. Ez a kép jelenti azt, hogy ti kerestek valamit. Mégpedig egy helyet az életben, ahol le tudtok gyökerezni. És ez lehet ez a közös otthon. Itt látható a szerelem, és ez gyümölcsözni fog. Ezek lesznek a változások, de nem a napokban, hanem ez kialakul úgy fél éven belül, hiszen ez a kártya, a felhő fél évet is jelenthet.
És most összefoglalom, hogy mi várható. Itt vannak hivatalos dolgok, bírósági ügyek, nála lehet ez egy örökösödési ügy. Vannak még nehézségek, de ő elfordul ettől. Ezt szeretné lezárni. Ő más irányba tekint, és itt megvan a nyereség, az anyagiakat rendezi, megvan a szerencse és az elismerés. Ennek a fának van egy gyógyító ereje, vagy utal egy gyógyító témára. Azon kívül jelenti azt, hogy keresitek a helyeteket az életetekben, ahol le tudtok gyökerezni. Ez lehet a párkapcsolat, ez lehet a hivatás, vagy egy új lakhely. Például egy közös otthon. És itt van a remény. Ez az utazás. Ez lehet egy közös otthon is, és itt megvan a remény erre. Ez a hajó jelenti a spirituális dolgokat, egy belső utazást, itt megvan a tudás, a bölcsesség, a hit, azon kívül ez a hivatásod. Ebben segítenek a csillagképek is. Ez az utazás lehet külföld, külföldi kapcsolat, itt nagyon családias valami, vagy találtok egy házat magatoknak, egy közös otthont, és itt kinyílik ez az ajtó, és ez a fa azt jelenti, ott le tudtok gyökerezni. Ezt keresitek az életben, a biztonság érzetét. Nem csak, ami ezt az ingatlant illeti, vagy a családi kapcsolatokat, hanem itt látható a szív, tehát ez kihat a szerelemre is. Itt változik valami, kigyümölcsözik valami, tehát jóra fordulnak a dolgok. Hiszen ez a lelki út, erre utal ez a hajó, és a halak jelentik az értékeket, a belső értékeket is, mert te értékes vagy számára. De mire ez a változás bekövetkezik, mire ez a felhő elmúlik, és tisztán látod a dolgokat, az eltarthat fél évig, illetve úgy mondanám, fél éven belül lesz itt változás. Ami jelen pillanatban fontos, hogy itt lesz mozgás, és változik valami a munkahelyet illetően, és itt megvan a kapcsolat kettőtök között. Te értékes vagy számára, hiszen a halak utalnak a belső értékekre is. Itt szerencse lesz, azon kívül ez megvan írva a csillagképekben, és pontosan ebbe az irányba mozognak az események. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Dender Rák!